kedves testvéreket, mindenkit, aki eljött, hogy együtt örvendjünk karácsony ünnepének, annak, hogy az Úr belépett a mi világunkba. És ezt nem csak mi tudjuk, hanem minden nép számára nyilvánvaló, de legfőképpen az, abban a hitben vagyunk együtt, hogy minden nép üdvözítője az a Jézus Krisztus, akit mi Urunknak, Istenünknek vallunk. Elköteleztük magunkat, a keresztségben hozzákapcsoltuk az életünket. Aláberítkeztünk, meghaltunk önmagunknak, és ő szerinte, ő szándékai szerint akarunk élni. És föltámadunk a vízből, kiemelkedünk a vízből, hogy új életre támadjunk. Mai ünnepen az Epifánia ünnepén, az isteni jelenés ünnepén szokás szerint vizet is megálljunk. A szentelt víz mindig emlékeztet bennünket a keresztségünkre, emlékeztet bennünket arra, mi már Krisztusé vagyunk, és legfőképpen emlékeztet arra, hogy mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ üdvözítője és a miénk is. Ezért most szentmise elején megáldom kikészített vizet, majd kérem a szentmiséje végén, hogy minden család vigyen ebből a kis üvegcségből szentelt vizet, és akár hazatérve, otthonról indulva, gyermekeket megállva, Isten segítségét kérve, hintsük meg önmagunkat, hintsük egymást, lakásunkat, hogy jelezzük mi magunk is egész élettel lefoglalt az Istennek. Nem varázsszer, hanem hatékony jel, mi Krisztushoz tartozunk. Könyörögjünk. Kedves testvéreim, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, áldja meg ezt a vizet, amelyet ma annak emlékezetére szentelünk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a Jordán folyóban megkeresztelkedett. Miközben magunkra hintjük a szentelt vizet, mi is keresztségünkre emlékezünk. És kérjük Isten, hogy tisztítson meg bűneinkről, és erősítsen meg hűséget a hűségben. Mindenható örök Istenünk, te azt akartad, hogy az élet forrásul és tisztulásunk eszközéül rendelt víz lelkünket is tisztára mossa, és az örök élet ajándékával ékesítse. Kérve kérjük, áld meg ezt a vizet, amelyből Urunk ezen a neked szentelt napon akarunk erőt meríteni. Fakaszd bennünk újból kegyelmed vízforrását, és védj meg minket által a minden testedet voltunk, hogy megtisztult szívvel mindig közelebb jussunk hozzád, és elnyerhessük tőled üdvösségünket. Krisztus, aki által.
tisztítson meg minket bűneinkből a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatásának érdeméből tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Istenünk, a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és ti nyilatkoztattad nekik egyszülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségbe, miután a hitből már itt megismertünk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány, Izaiás proféta könyvéből. Kelj föl és tündököl, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod,
és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homálja nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnő rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet, és lásd, mind egybegyűlnek, ide jönnek hozzád. Fiaid messzi távolból érkeznek, és leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efadamon dromadárjai. Mind sávából jönnek, aranyat és tömjét hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásban megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és profétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok és társörökösök tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Az Úr legyen veletek! Született a judai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat, és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a proféta. Te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jön ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek, bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincserzsákjaikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, másúton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, karácsonyi eseményeket szemléljük napról napra, és ez a karácsonyi ünnep tanít bennünket, hogy fölfedezzük Isten hűségét. Az elmúlt napok ünnepei tanítanak bennünket arra, hogy az Atya irgalma és az Atya szeretete megjelent közöttünk. Jelen van az Isten az életünkben. Az elmúlt napok ünnepei tanítottak bennünket arra, hogy a fiú sorsközösséget vállalt mindannyiunkkal. Örvendhettünk Mária istenanyaságának, az ő méltóságának, és annak, hogy mi is követhetjük őt az újjászületésben, követhetjük abban, hogy az Isten új teremtményei lehetünk. És a mai ünnepen pedig annak örülünk, és azért vagyunk hálásak, teljesen egyértelművé válik mindenki számára, aki figyel, hogy Jézus Krisztus az egész világ megváltója, minden ember megváltója. Ezek az ünnepi pillanatok tanítanak bennünket Isten és ember kapcsolatáról. Tanítanak bennünket arról, hogy az Isten hogyan közelít hozzánk, hogyan hallja meg a mi keresésünket, kiáltásunkat. Hogyan figyel a mi kéréseinkre, kérdéseinkre? Jelen van az életünkben.
És ezek az ünnepi események, evangéliumi leírások, szentírási szakaszok arra is ráirányítják a figyelmünket, hogy milyen módon van jelen az Isten az ember életében. Bizonyos, hogy jelen van, de milyen módon? Biztos az ő jelenléte, és mégis azt mondjuk, hogy ő mindig jelzi magát. Gondoljunk csak a pásztorok történetére, hallják az angyalok énekét, elmennek, megtalálják a gyermeket anyjával, és leborulnak előtte. Hogy a mai napnak az evangéliumi szakasza arról tudósít bennünket, hogy ezek a bölcsek, akik kutatták az égitesteknek a mozgását, teljes erővel akarták megismerni a teremtett világnak az értelmét, törvényeit, szabályait, egyáltalán az értelmet keresték, ezek az emberek mindennapi tevékenységükben, kutatásukban olyan fölismerésre jutnak, ami őket arra indítja, arra készteti, hogy útra keljenek. És amikor talán egész életüket ráteszik a kutatásra, ráteszik az értelem keresésére, követik a jelet, amiben biztosak, és ugyancsak gyermeket és anyját találják. És nem félnek leborulni előttük. Nem félnek kimondani azt, hogy mindaz, amit kerestünk, megtaláltuk, de nem csak azt, hanem messze többet, mert nem törvényeket, nem szabályokat, nem valami értelmet fedeztünk fel, hanem az Isten a szeretetét, aki jelen van az ember életében. Nagyon tanulságos testvérek az, hogy ezek a bölcsek mindennapi tevékenységüket végezték. Kémlelték a teremtett világnak a szépségét. Teljesen elfogadott dolog volt a Jupiter, a Szaturnusz, a halak csillagképében, amikor találkozik. Valami egészen rendkívüli dolognak kell történnie, gondolták, hitték ők ezt. És mert ez volt az ismeretük, mert ez volt a tudásuk, ez volt a meggyőződésük. Tehát a hatalmas és a zsidók csillaga a végső csillagképben találkozik. Tehát valami végérvényesen nagy dolognak kell történnie. Egészen bizonyos, hogy nagyon sokan mások, kutatók eljutottak erre a fölismerésre. És ők nem indultak el. Megmaradt számukra ez a fölismerés egy érdekes látásnál. És azok a bölcsek, akik a pogány nemzeteket jelképezik, ezek a bölcsek elindulnak. Jelet látnak, tudásukkal értelmezik azt, útra kelnek, mert amit fölismertek igazságként, az kötelezi őket. Nem maradhatnak otthon. Nem őrizhetik meg maguknak ezt a tudást. Sőt, ez a tudás valójában nem tudás, nem jutnak el a teljes bizonyosságra. És találnak egy gyermeket, és az édesanyját, és az ő kincseiket oda teszik elé, bátran. Nem kételkedve. Nem kételkedve, hogy vajon félreértettünk valamit, vajon mégiscsak szűkös a mi tudásunk és rossz helyen jár. Nem kételkednek, hogy nem ezt keresünk. Mi valamiféle bizonyságot keresünk. Miféle bizonyság az, hogy egy egyszerű otthonban teljesen természetes módon anyagyermekében ott van. És nem kételkednek. Mert az az út, amelyet végigjárnak a csillag vezetésével, az az út valójában nem fölöttük, a csillag nem fölöttük járt, hanem út volt az ő lábaik előtt ösvény, amire ráléptek, és követték azt.
s hogy csak csillagnak vezetése, csillagnak a fénye elvezeti őket, mint ahogy itt a Betlehemnél is ezt látjuk. Csillag fénye, sugara elvezeti a keresőket Máriához és a gyermekhez. Testvérek, mire tanít bennünket ez a mai ünne? Tanít bennünket arra, hogy Isten jelzi magát az életünkben, de nem fog kényszeríteni. Személyes elköteleződést kíván. Nem elég tudnom valamit, nem elég fölismernem valamit. Elköteleződést kíván. Sokszor panaszkodom, hol van az Isten? Mindennapi tevékenységemet végzem. Sokszor talán bele is fáradok, talán keserűség is megérint, vagy talán sokszor megérint, hogy van értelme, hogy így van értelme, ahogyan élek, ahogyan csinálok, ahogyan próbálok állapotbeli kötelességeimnek eleget tenni. És mondjuk, Istenem, adj jelet! És Isten ezeket a hétköznapi jeleket adja nekünk. A mindennapi tevékenységet, a megküzdött kapcsolatot, a megküzdött álhatatosságot, a megküzdött hűséget, az osztozást, mindazt, ami egész napunkat átjárja, és amiben egész nap önmagunkat felfedezzük. Ez a jel, ami saját életünk. És mindaz, amit fölismerünk, az igazság keresésében, az kötelez bennünket, hogy kövessük, legyünk bátrak, legfőképpen a szívünk döntésében és az ebből fakadó cselekedetekben. Nem fog olyan jeleket adni az Isten, ami tőlünk távol lenne, vagy amit ne tudnánk mi megérteni, ne tudnánk értelmezni. Úgy értjük meg hétköznapi életünk isteni jeleit, hogy követjük, ha rajta járunk, ha szerinte élünk. Mi az én cselekedeteimnek az alapvető értéke? Mi az én cselekedeteimnek alapvető motivációja? Ez fogja eldönteni, mit fogok tenni, mit tartok értékesnek, miért vállalok küzdelmet, mit fogok elengedni, mert mondom ugyan, hogy érték, de valójában nem. És testvérek, éppen annak az élménynek, fölismerésnek, hogy az Isten jelen van az életünkben, ennek az üzenete az is, hogy a mi hétköznapi életünk benne valakinek a szeretet vágya, vagy az én szeretet éhsége, vagy hogy én próbálok valakit támogatni, vagy elfogadom másoknak a támogatását, ezek az emberi gesztusok megváltás révén isteni gesztussá formálódnak. És egymás számára is ilyen jelek tudunk, isteni jelek tudunk lenni. Amikor valaki bátor, amikor valaki következetes, amikor valaki kitart a döntésében, amikor valaki bátor a segítségkérésben, amikor valaki bátor ahhoz, hogy figyelmeztesse testvérét, vagy valaki bátor arra, hogy elfogadja, ha engem figyelmeztet valaki a testvéreim közül. Egymás számára is tudunk ilyen jelek, ilyen csillagok lenni. Legfőképpen akkor, amikor társul szegődünk egymás mellé, hogy közösen értelmezzük életünk eseményét, és támogassuk egymást azon az úton, amelyen közösen járunk. Bennünket Krisztus vezet, mi jó pásztorunk. És aztán ennek az ünnepnek van egy egyértelmű missziós feladata is, missziós jellege is, mégpedig az, hogy éppen amit megtapasztaltunk, az a bizonyosság, hogy Isten jelen van az életemben, hogy az Isten jelzi magát a hétköznapi eseményeken keresztül, megszentelve azokat, és közösségként örömmel tudunk élni, és egyértelműen követjük Jézusnak a tanítását, ez mások számára is vonzó lehet.
azok számára, akik számára ugyanúgy érvényes Jézusnak a megváltói műve, de valamiért nem ismerték még föl. Valamiért még számukra nem volt bizonyosság, vagy nem tudták meghozni a döntést. És éppen nekünk kell abban segíteni, hogy az isteni döntés az ő életükben is megszülessék. És tőlek karácsonyi ünnepkört mai ünnepben lezárjuk, és most jönnek azok a napok, azok az időszakok, amikor a megtapasztalt örömből a jó döntéseket kell meghozni. Az a bizonyosság vezet bennünket, hogy Isten van, szeretetével benne van az életünkben, de szükséges, hogy minden nap tudjak leborulni az isteni jel előtt, Jézus Krisztus előtt, és minden nap tudjam odaadni küzdelmeimnek, örömeimnek az ajándékát. Még akkor is, ha sokszor üres szívűnek, üres kezűnek érzem magam, mégis van bátorságom odaborulni elém, és kimondani, te vagy az én Istenem, te vagy az én megváltóm. Erősítsen bennünket, testvérek! Ezeknek az ünnepeknek tanítása, és azok a fölismert élmények, tapasztalatok, amelyekkel megajándékozunk bennünket az egyházunk ezen időszakban. És legyünk bátor hirdetői. Isten hatékony erővel jelen van az életünkben. Hiszek egy Istenben, mindennapi Atyában, mennyi Istenben, teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikorban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriában, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test fölváltását és az örök életet. Kérjük testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenése ébresztett hitet az egész világra. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Vezessel a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. A hit aranyával, az imádság tömjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent népet. Boldogságod fényét sugározd otthonainkban. Mennyei Atyán, te elküldted fiadat, hogy általam üdvözlőjön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybe gyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus, ami Urunk által.
Áldozatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Istenünk. Oh.
fion, ami a Úr Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És népegyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tisztáról mutasson benneket. Kérve kérjük tehát Isten, a Szent Lélek által szentelben áldozatul van álmunkat, hogy teste és vére legyen ki annak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elámutatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és vegyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatot. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát a áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyeret, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiutatik a bűnök bocsánatát. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemnek. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük elendőségét, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, hogy csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva a hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve egy test és egy élet legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaival. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József fertőző jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szentel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Isten, hogy engesztelő áldozatot hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földöz arának útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápákat, engem méltatlan szolgádat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltó népedet. Teljes és kegyesen házad népe kérései, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúlt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára, mégis isteni tanítása szerint így imádkozunk.
szükséges eljönként. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen béke. Íme az Isten bárányra, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív az találkozó Jézus az Isten bárányra. Uram, nem vagyok méltó, hogy vagy lépve bajai, hanem csak egy szívamban, és megjön az embert. Thank you.
Kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba. Krisztus, a mi Urunk által. Tudjátok meg, szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk karácsony ünnepén. Úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a megváltó feltámadásának ünnepét. Hamvazó szerda és a 40 napi szent hölgy kezdete, februárból 14. napján lesz ebben az évben. A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását szent örömmel április 1-én ünnepeljük. Az ő dicsőséges mennybe menetelét május 13-án, pünkös ünnepét május 20. napján, a legméltóságosabb oltári szentség ünnepét pedig június 3. napján. Idén december 2-án lesz adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja. Ő neki legyen tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallottuk az ünnepek meghirdetését, az ünnepből lépünk tovább, hogy ünnepelni tudjunk, hogy ünnepelni tudjuk Jézus Krisztus misztériumát saját életünkben. Csodálatos ajándékot kaptunk a karácsonyi időszakban, amikor átélhettük a megtestesülésnek, Isten szeretetének és jóságának az ajándékát. Talán megengedik, kedves testvérek, hogy gyerekekkel a liturgikus időszakokról szoktunk beszélni, mit ünnepünk adventben, karácsonyi időben, nagybőjben, húsvéti időben. Mindegyike megmondják a választ, és amikor azt kérdezik, hogy mit ünnepünk az évközi időben, nagyon sokszor ad a választ, hogy semmit. De hát pontosan ebben van a lényeg, hogy az évközi időben ünnepeljük mindazt, amit megtapasztalunk az ünnepek során, csak ez bennünk történik. Bennünk műveli Isten, amit az ünnepekben az ő fiában meglátunk. Kívánom kedves testvéreknek, hogy az ünnepből kilépve tudjuk ünnepét tenni mindennapjainkat, isteni jelenként hordozzuk egymás számára a mindennapi tevékenységnek a szentségét, és örömmel tudjuk ezt képviselni, határozottan, bátran, más testvéreink felé is. Hálásan köszönöm az ünnepek alatt munkatársaimnak a szolgálatát. Hálás vagyok ezért. Szeretném külön megköszönni a mai estén Székesegyház Palesztrina kórusának zenei szolgálatát, Jobbágy Balér Karnagy úr vezetésével, és szeretném megköszönni Kovács Szilárd orgonaművész úrnak az ünnepek alatt és hát az év során az ő szolgálatát, szolgálatokat. Jóisten áldásra kísérjen mindenkit saját hétköznapi tevékenységében is. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árasszol átok jóságosan áldását. Tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Mint hogy hívő lélekkel követitek Krisztus, a sötétségben felragyogó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegye titeket világossággá testvéreitek számára. Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek. És nagy örömükre meg is találtak, mint az igaz világosságot. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten az
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.